szakképzés fejlesztésére nyert pályázatot a Székesfehérvári Szakképzési Centrum. Az intézmény egy konferenciával indította el a projektet. Épületeink felújítása, karbantartása a megfelelő ütemben halad. A Fehérvári Szakképzési Centrumhoz az elmúlt 3 évben 1,5 milliárd forintnyi pályázati forrás érkezett, melynek több mint felét felújításra fordították. A mostani közel 1,5 milliárd forintot az intézmény a hálózat fejlesztésére fordítja. Olyan programokat szerveznek a következő 3 évben, melyek segítik a diákok pályaorientációját, így csökkentik a lemorzsolódást. Tulajdonképpen a szakképzési rendszerünk intézményhálózata az teljesen rendben van. A szakképzési centrum alá tartozó 11 tagintézmény működése az mondhatnánk tökéletes, de legalábbis nagyon jó. Ami viszont fejlesztésre szorul, az a fajta működés, amely tartalmazza például a lemorzsolódást, a tanulmányi eredmények javítását, a pályaorientációt. Tehát igazából ez az, amivel jelenleg a szakképzési rendszerünk problémával küzd. Viszonylag magas a lemorzsolódás, és ez a pályázat is kifejezetten ezeknek a segítésére szolgál, ezért is pályáztuk meg. Hányan vannak benn a rendszerben itt Székesfehérváron egyébként? Intézmények vagy tanulók? Tanulók. Összesen 11 tagintézményünk van, ebből 9 van a városban, és összesen 6700 tanulónk van, és ebből közel 6000, illetve kicsivel több mint 6000, aki székesfehérvári. Melyek most azok a szakmák, amelyeket érdemes választani, amelyekből hiány van, és a szakképzési centrum is előtérbe helyezi ezeknek a szakmáknak az oktatását? Tulajdonképpen 25 hiány szakmáról beszélünk. Ezeket a hiány szakmákat mindig meghatározza egy kormányrendelet. Most nem sorolnám el mind a 25-öt, de megtalálhatók a weblapunkon, ott mindenki utána tud nézni, illetve azt is meg tudja tekinteni, hogy melyik intézményben hol képezik ezeket. Minek köszönhető a lemorzsolódás, és hogyan lehet ezeket a számokat csökkenteni, hogyan lehet vonzóbbá tenni ezeket a szakmákat a fiatalok számára? Többféle oka van a lemorzsolódásnak. Az egyik alapvető problémát mi abban látjuk, hogy nem tudják a tanulók, hogy milyen szakmát választanak. Ezért tartjuk nagyon fontosnak a pályaválasztást megelőző pályorientációs tevékenységet, amelyet a város segítségével és támogatásával mi már több éve elkezdtünk, és ezt most mi tovább folytatjuk. Egyrészt önerőből, másrészt a város segítségével, harmadrészt ebből a pályázatból. Nagyon fontos, hogy a tanulók olyan szakmát válasszanak, ami az ő személyiségüknek is megfelel, tehát az ember pálya megfeleltetés az kifejezetten fontos. Nem elég, hogyha valaki divat szakmát választ, mert az másoknak jól működik, másoknál ez beválik. Nem biztos, hogy ő ugyanabban a szakmában találja meg a számítását. Nagyon fontos, hogy aki elkezd egy szakmát, azt be is tudja fejezni, és végül abban is dolgozzon, hiszen a munkaerőpiac kiszámíthatóságát ez segíti elő. Hol van ebben az iskolának a felelőssége a lemorzsolódásban? Mert nyilván, hogyha elvégzi az iskolát, onnantól kezdve már nincsen ráhatása az emberi életére tulajdonképpen az iskolának. A szakma megszerettetése az a legfontosabb, amit ha már bent van a gyermek a képzésben, akkor mi ezért tudunk tenni. Ez a szakma megszerettetése egyrészt az iskolában működik, másrészt a tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulók esetében azon cégek feladata, ahol éppen ők a gyakorlatukat végzik. Miről szól a mai konferencia, kik kaptak rá meghívást, és mi a célja? Hát ez a konferencia a GINOP 623 számú pályázatunk megnyitó rendezvénye. Ez a szakképzés átfogó fejlesztését tartalmazza, pontosan ezen területeken. Meghívtuk mindazon kollégákat, akik már eddig dolgoztak ebben a pályázatban, vagy ezután fognak dolgozni, akiket érint, általános iskolás, középiskolás pedagógusokat, illetve társintézményeket. Lesz a folytatása ennek a programnak micsoda? Hát ez a program 3 évig fog tartani. 3 év után, amikor már a fenntartási időszakot éljük, akkor meglátjuk, hogy hogyan tudjuk majd továbbvinni azokat a fejlesztéseket, amelyek a program alatt kialakításra kerülnek, hiszen most olyan pedagógiai módszertanokat, olyan technikákat fogunk fejleszteni a projekt alatt, amelyet később be tudunk építeni az iskoláink pedagógiai programjába. Nem csak konferenciák szervezéséről van szó, hanem mást is tartalmaz ez a program. Pontosan, ez egy nagyon hosszú pedagógiai munkát jelent, 3 éven keresztül húzódó pedagógiai munkát, amelyben minden tagintézményünk részt vesz. Több kolléga vállalt olyan feladatot, hogy tanulócsoportokkal foglalkozik, felzárkóztatást szervezünk, pályorientációs tevékenységet szervezünk, és ezek tapasztalati alapján különböző módszertanokat fogunk kidolgozni, amelyeket később hasznosítani tudunk. A város önkormányzata is elkötelezett a szakképzés fejlesztése tekintetében. A polgármester előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy évek óta egy saját fejlesztésű szoftver segíti a fiatalok pályaválasztását. Emellett pedig ösztöndíj programban és magas szintű gyakorlatorientált felsőoktatásban is részt vehetnek a diákok.
Úgy gondolom, hogy egy-egy ilyen konferencia is szakemberek különböző szakmacsoportok véleményének megismerésével meg tudják állapítani, hogy mit kell tenni ezen a területen, adott esetben mi lehet az önkormányzat feladata. Az biztos, hogy sokrétű ez a feladatrendszer. Ebbe biztos, hogy beletartozik az, hogy a pályaorientációba nagyobb energiákat kell fektetni, hiszen egy jó pályaválasztással lehet csökkenteni a lemorzsolódás esélyét, hiszen ha valaki olyan dolgot választ, amiben ügyes, tehetséges, ami megtalálja magát, amit szeret csinálni, szeretne már majd felnőttként is, munkavállalóként tenni a mindennapokba, ott úgy gondolom, hogy a kopásnak, a kikopásnak a lehetősége, esélye az kisebb, míg hogyha olyat választott, ami aztán kiderül, hogy nem ő, nem érdekli, nem szereti, nem érzi magát benne ügyesnek, akkor meg nyilván pálya elhagyó lesz, ami önmagában nem baj, de hogyha nem talál, vagy már nem lesz akkor lehetőség új célt találni, akkor viszont az igenis probléma. Tehát a pályaorientáció az egyik kérdés, a másik, hogy egy olyan életkörülményrendszert, olyan munkahelyrendszert kell megteremteni, erősíteni, hogy nagyon sokrétű legyen a lehetőség, ahol az emberek el tudnak menni dolgozni, hogy megint csak megtalálják azt, ami leginkább közel áll hozzájuk, amiben maguk kiteljesedhetnek és örömet is kaphatnak. És a harmadik rendszer pedig a mai fiatalok közvetlen támogatása, ez pedig az ösztöndíjrendszer. Ugye ezt most már az Albarégi ösztöndíjrendszer vonatkozásában elindítottuk, most már van egy kis tapasztalatunk is, és fontos volt, hogy ebben a szakképzést is, és a szakképzést végző középiskolás diákokat is sikerült bevonni, akiknek jönnek is, tehát van érdeklődés, van kedvük ehhez a dologhoz, ehhez a programhoz. Nyilván időnként az ösztöndíjnak a mértékét azt majd érdemes lesz emelni, de az eleje mindenképpen egy pozitív tapasztalatok tekintetében az ösztöndíjrendszernek. E tekintetben van-e még további lépés, amit terveznek esetleg ennek támogatása érdekében? Igen, az ösztöndíjrendszernek a bővítés az mindenképpen szükséges lesz, hogy itt mindig azért összecsapnak különböző érvek, hiszen van, aki azt mondja, hogy szélesítsük, valaki pedig azt mondja, hogy minél inkább a minőségre törekedjünk. Az ugye összefügg például azzal, hogy milyen tanulmányi átlagok fölött lehet egyáltalán ilyen ösztöndíjhoz jutni, de azt gondolom, hogy ezt mindig érdemes értékelni, és fontos, hogy ebben kiemelt szerepe van az intézményeknek, az intézményekben dolgozó szakembereknek, tehát az ő jelzéseiket pedig mindig várjuk, mert önkormányzatként természetesen azt gondolom, hogy ilyen szakmai jelzések alapján tudjuk a legoptimálisabb döntést meghozni. Egy biztos, hogy olyan rendszer nincs, ami most 10 évre e tekintetben ki van pipálva, a világ gyorsan változik, tehát szerintem értékelni, és ha kell, akkor igenis bátran változtatni kell mindig. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum programjában több mint 6000 középiskolás vesz részt. A cél az, hogy emelkedjen az oktatás színvonala, csökkentsék a lemorzsolódás mértékét, és növeljék a diákok motiváltságát.